Hát elkezdődik a 71. perc, és továbbra is két gyors gól. Ez a mérkőzés legfontosabb krónikája, no meg az, hogy Tőzsér Dánielt az első fél idő végén kiállították, úgyhogy azóta emberelőnyben futballozik a Gyirmót, de a 11-esből sem tudtak betalálni. A hazaiak ellenben akcióból igen. Nagyszerű gól, és megvan a szépítés. Madarász a gólszerző, 2-1. Ezt nagyon szépen csinálta a Gyirmót, jó volt a középreadás, és Madarász egyből lőtt. Pazarul. Az első gólja a bajnokságban ez Madarásznak. Itt van Bas Patrik középre tett labdája. Nagyszerűen érkezik Madarász, és csak lendíti a lábát. Szekulcs pedig nem ér oda. Ez is nagyon szép gól. És hát ezzel meccsben tartja magát a Gyirmót.